Én és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt az Akadémiai Emlékerdőben, és szeretném egyúttal felkérni Németh Tamás professzor urat, Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát emlékbeszéde megtartására. Köszönöm szépen, rektor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép helyen. Ez már a hatodik alkalom, hogy ebben a felállásban jövünk. Pálinkás József elnök úr, Csépe Valéria főtitkárhelyettes asszony, én mint főtitkár. Egyre többen vagyunk, aminek nagyon örülünk. És úgy gondolkodtam azon, hogy annak idején, amikor kialakult az Akadémiai Emlékerdőnek a gondolata, akkor pont 175 éves volt az akadémia, 175 fával indultunk. Most a 188. fát fogjuk elültetni. Az erdő az mutatja a jövőt, az ültet fát, aki bízik a jövőben. Ugye azzal, hogy hatodik alkalommal vagyunk, nagyon sok dolgot elmondtunk, nagyon sok dolgról beszélgettünk. Én arra gondoltam, hogy abban az időben, a 19. század elején, 19. század közepén nagyon sok olyan elképzelés volt az akkori országvezetőkben, akkori gondolkodókban, ami megalapozta a jövőt. Most is nagy szükség van arra, hogy ezek a gondolatok meglegyenek. Én agrármérnök vagyok, ezt is elmondtam már többször. Szeretem a természetet, szeretem az erdőt. Pár héttel ezelőtt lent voltunk egy zsákfaluban, Zalában, Szentpéterföldén. Lehetőségünk volt arra, hogy nem csak jól érezzük magunkat az erdészházban, nem csak kiránduljunk és felmenjünk egy magas lesre, hanem arra is, hogy a környező erdőket megnézzük, körbeutazzunk egy kicsit lovas kocsival. Egy erdész és a rádiházi ménes egyik dolgozójának a kíséretében. És úgy elgondolkodtam, hogy hol tarthatunk vajon. Végig mentünk egy olyan 15-20 kilométeres úton. Volt olyan út, ahol nem tudtunk bemenni azért, mert úgy lett értékesítve a terület, hogy magát az utat is eladták, azzal együtt, természetesen a tulajdonos lezárta. Felmentünk olyan helyre, ahol régi pincék voltak, idősek kihaltak, fiatalokat már nem érdekelte. Találtunk olyan területet fent, ami irtásra volt vágva, azt mondták, hogy ez amiatt van, mert a felhagyott pincéket 50 ezer forintért eladták, és a kitermelt fa értéke az több százezer forint. És akkor elgondoltam, hogy jól csináljuk ezt? Jól gondoskodunk és gondolkodunk a környezetünkről? Én akciókban nagyon jók vagyunk. Folyamatosan kitalálunk akciókat. Én múltkor egy kicsit rossz véleménnyel voltam a teszedről, az akcióról, de csak egy dolog miatt, mivel egyetlen egy olyan ember nem ment el oda, aki szemetelt, és egyetlen egy nem szemetelt, aki elment. Tehát valahogy elbeszélgetünk egymás mellett. Ha belegondolunk abba az üzenetbe, amit több mint 150 éve ezelőtt kaptunk azoktól, akiket ünnepelünk most, és Széchenyi István az, akit kiemelünk közülük, de nagyon sokan voltak, akik hasonlóan gondolkodtak, nagyon sokan voltak, akik épp úgy felajánlották a jövedelmüket, mint ő, ahhoz, hogy a tudományháza meg tudjon épülni. Gyönyörű helyen. Megtiszteltetés számunkra, hogy abban az épületben dolgozhatunk. Megtiszteltetés számunkra, hogy ezen a területen működhetünk. De úgy belegondolok abba, hogy egy-egy alkalom kivételével, egy-egy ünnep kivételével a hétköznapokban vajon mindenki megtesz-e mindent azért, hogy ez menjen. Én hihetetlenül tisztelem és becsülöm azokat az embereket, akik kint dolgoznak a területen. A kollégákat megkérdeztem, hogy a 175 fa közül, most már 187 tavalyival együtt, 187 fa közül hány nem élte túl ezt a 13 évet, kb. Egy olyan 14-15 fát kellett pótolni, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 10%-a pusztult el a fáknak. Ha csak a gondolatainkban 10-15% pusztult volna el az elmúlt 150-200 év alatt, abból, hogy mit kell tenni, mit kell csinálnunk, akkor én nagyon boldog lennék és nagyon örülnék. De bízom abban, hogy minden ilyen nap, minden ilyen akció, minden ilyen kezdeményezés, ami indult a november 3-ai tudománynapjával, ami kiszélesedett a tudomány hetére, majd most már egész hónapban a tudományt ünnepeljük, hihetetlen sok értékes előadással, értékes információval. Ha meg tudunk ezen az irányon maradni, és hogy ezt tovább tudjuk vinni, akkor még nagyon sokan lesznek utánunk, akik el fogják ültetni a 200., 250. és 300. fát.
És én akkor lennék boldog, akkor örülnék, hogyha valamikor valahonnan távolról a 300. faültetésénél úgy el tudnék mosolyodni, hogy érdemes volt, és meg tudtuk tartani azokat az értékeket, amire szükségünk volt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, főtitkár úr, és akkor nincs más hátra, mint hogy először is megköszönjem a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatójának, Jánbor László vezérigazgató úrnak, és az erdőgazdaság valamennyi illetékes munkatársának, akik gondozzák ezt az erdőt, és előkészítették a mai 188. faültetését, hogy megtegyük ezt. Kérem elnök urat, főtitkár urat, főtitkár helyettes asszonyt, főigazgató urat, és mindenkit, hogy kövessenek bennünket, és ültessük be a 188. fát az akadémiai erdőkertben. Itt a serény munkát, és akkor találkozunk Nagy Szentkeremben. Serény munkát és biztatást.